Hát persze, azért jöttem. Nagy tetszést aratott a miniszterelnök válasza vasárnap Becsehelyen a 10. jubileumi pálinka főzésen. Azt kérdezték tőle, kér-e egy pálinkát. Orbán Viktor állítólag váratlanul jelent meg a rendezvényen, de ha már ott volt, beszédet is mondott. Miközben az ország szerintem egy fontos átalakuláson megy keresztül, a nagy dolgok, a fontos dolgok, a tartós dolgok nem föltétlenül Budapesten pattanak ki az emberek fejéből. Úgyhogy iskola példa a szabad pálinka főzés esete, de nem csak a múltnak egy példája, hanem egy minta a jövőre nézve is. 2010-ben a második Orbán kormány első intézkedései között szerepelt az otthoni pálinka főzés engedélyezése. Adjuk vissza az embereknek a szabad gyümölcspárlat készítéshez való jogot. Visszaadták, és a miniszterelnök szerint ezzel 90 éve tartó szabadságharc ért véget, mégpedig a felkelők teljes győzelmével. Az addig pincék mélyén rejtegetett, házilag barkácsolt és titokban használt pálinka főzőberendezések teljesen legálisan kezdhettek működni. Ön szerint mire van az embereknek inkább szükségük? Alapvető élelmiszerekre vagy pálinkára? Ezt tavaly novemberben kérdezte a parlamentben az LMP országgyűlési képviselője Orbán Viktortól. A miniszterelnök szerint a kettő között nincs különbség. Én úgy emlékszem, hogy a pálinka az a 27%-os áfakatőre tartozik, ha bár az én fölfogásom szerint alapvető élelmiszernek minősül. Ha viszont otthon főzik saját gyümölcsből saját fogyasztásra, akkor a pálinka adómentes. A társadalom eddig is végtelenül toleráns volt az alkoholfogyasztással szemben, de ez a tolerancia most már szinte végtelen. Funk Sándor addiktológus egyáltalán nem örül az otthoni pálinka főzés szabadságának. A mi agyunk az a nemzetnek a vagyona. A fő-fő reménysége, nem konkrétan az enyém és az öné, hanem ami az emberek koponyájában van. Addig hasznos, addig emberi az élet, amíg az agy teljes teljesítő képességű. És ezt veszélyezteti az alkohol. Az egy idegméreg. Magyarországon már csaknem 1 millió alkoholista lehet. A belgyógyászatokon és pszichiátriákon a páciensek nagyjából felét olyan betegségekkel kezelik, melyek a túlzott alkoholfogyasztás miatt alakultak ki.